Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban, hogyha craftolunk, akkor egy OP cuccot fogunk kapni. Minden egyes videóval kb. egyre könnyebb lesz, OP felszereléseket kapjunk a játékon belül. Hogyha esetleg nem lennél meg feliratkozva, akkor nyugodtan nyomja feliratkozásra, ugyanis a nézők 80%-a nincs feliratkozva, úgyhogy ha te pontosan egy ilyen néző lennél, és nem szeretnél lemaradni a további tartalmakról, akkor nyugodtan fejed meg azt a piros gombot. Kösz szépen mindenkinek, és hát akkor vágjunk is bele szerintem. Szépen át is váltok Game Mode survival -be. És nincs is más dolgunk, mint fát vágni. És hogyha ezt az egyetlen egy fát kiütöm, akkor szinte elegendő cuccunk lesz ahhoz, hogy már el tudjuk kezdeni az OP kraftulást. Tényleg semmi különleges dolgot nem kell csinálni. Lerakom ezt a crafting table szépen csinálok stickeket, és hogyha bekraftolom a Woden pickaxe akkor alapvetően nem ad ki nekünk semmilyen egyéb enchantot itt a crafting felületen, de hogyha kivesszük az inventory akkor láttátok, hogy először idejött jött a 9-eshez, aztán visszament az 1-eshez, ilyen durva pickaxe kaptunk. Már a fa crafting is egy, egy ilyen brutális cuccot adott nekünk. Netherite pickaxe. Egymilliós szintekkel, itt egy Wooden sword, ami átalakul szépen OP sword -sz és rengeteg enchant van rajta, mind ilyen úgymond végtelen szintű, és ö, ugye, ha van rajta looting, már pedig van rajta, akkor hogyha megölünk egy tehenet, rengeteg mindent kapunk belőle, úristen, Hát ez egy egész végigjátszása elegendő kaja konkrétan. Az egy picit szomorúsággal tölt el, hogyha felszerelést craftolunk, akkor abból nem lesz semmi. Igazából most bekraftoltam ugye itt a leather cuccot, és ö, nem igazán kaptunk OP enchantot rá, de nem is kell feltétlenül. Tehát, hogy annyira megvédeni minket, nem hiszem, hogy kellene. Ilyen kard mellett, tehát, hogy ez azért szerintem eléggé OP cucc. Bárkit konkrétan egyetlen együttésből megkaphatunk. És euh, még itt nem állt meg a történet, ugyanis az összes létező ilyen eszközt ugye be lehet kraftolni. Hát ölök egy csirkét is mondjuk, mert miért ne? Kapjunk egy kis kaját. Hát úgyis ugye kevés volt, úgyhogy kell még kaja. Val szóval itt igazából tényleg csak az eszközöket fogod tudni euh, bekraftolni. Szóval van még ugye a balta, az is egy OP lesz. Van még egy kis kapa is, meg ásó előtte. Szóval akkor most jön a kapa, Oké, okay. és igazából mindegyiket megkaptuk, és akkor próbáljuk meg vele mondjuk kivágni a fát. Tehát, hogy ö, ez mi? És a másodperc tört része alatt kb. ki tudjuk szedni a, az egész fát. Tehát, hogy ez elég durva. Itt van az OP sávol, ugye itt is mutattam, hogy ilyen durva. Milyen satisfying, nem? Hát ennyire gyors cucca Minecraftban szerintem nincs még egy, az teljesen biztos. Nagyon brutál. És nagyon szerencse az, hogy nincs rajta Silk Touch, mert eléggé parába lennénk. Ja, meg mindegyiken van Mending amúgy. Azt még így el is felejtettem mondani. Azért nem semmi. És hát OPH. Ö, az, azt nem tudom, hogy Mennyiben számít? Hogyha hey blokkokról van szó, akkor tud valamit számítani, mert ugye ezzel gyorsabban ki lehet őket szedni. Oha, Az igen! Jó! Oké! Mégiscsak látszik az, hogy ez egy enchanted netherite kapa, úgyhogy így már értem. Így már értem a használatát. Ugye mindent megnéztünk, a kardot is. Egy dolog maradt ki, a csákány. És uh, itt is a csákányunk, amit kezdjünk el használni. Úristen! Ez nagyon-nagyon OP! Adok magamnak egy torcsot, hogy a, a videóban azért lássunk is valamit. De, de hogy ezzel gyémántot találni szerintem nem olyan túl nehéz. És hogyha találunk legalább egyet, akkor elég sokat fogunk nagy valószínűséggel kapni. Sajnos ilyen vasból, meg ilyenekből nem. Na, figyeljetek, itt van egy kis creeper. Egy halott, még egy. Ezek meghalnak, nagyon jó. Hát igen, a hp figyelni kell, az teljesen biztos. Mondjuk olyan knockback van ezen a kardon. Tényleg egyszer megütöm, és onnantól kezdve... Itt már probléma nincs. Na jó, akkor úristen, mennyit sebződtünk, Jézusom. Arra azért figyelni kellett volna. Meg arra is, hogy egy picit feljebb menjünk. Itt mondjuk a 11-es szintre, és ott is a gyémánt. Let's go! Pedig csak full ástam. Na, akkor kitobok néhány blokkot, csak azért, hogy úgy tudjam szemléltetni, hogy mennyi gyémántot fogunk kapni. Ebből a néhány darab blokkból. <laughs> már nagyon-nagyon soknál járunk. Úristen! Mi történik itt a játékomban? 7x64 plusz 57 gyémánt. Tehát csak így lazán egy fél perc bányászás után ezt a szintet így megkaphattuk. Most arra vagyok kíváncsi amúgy, hogyha leszámolnak egy vidört, akkor azt egyetlen egy ütés megölni ezzel a karddal. Egy ütés. Akkor még tudok egy jobbat. Számon Ender Dragon. Egyetlen együttés volt az Erdő Dragont is megölni Ezzel a kardal, úristen És úgy, hogy az elején Csak és kizárólag fa volt nálunk És fából csináltam meg ezt a kardot Hát azért ez így, így nem semmi Meghalt, ja úristen Én is meghaltam, mert ö, elfelejtettem Elfelejtettem csinálni De lesz, tehát mennyi spawnoltam le Négyet, abban háromat megöltem És <laughs> egyetlen egy maradt Úristen srácok, mi az a datapack? Na jó, ez kb. az egyik kedvenc pekkem, abból, amit eddig bemutattam. És igazából ennyi lett volna ez a videó, mert itt több mindent nem lehet erről elmondani. Megmutattam, hogy hogyan kell craftolni, Ott van a link a leírásban, le tudjátok tölteni ti is, hogyha szeretnétek. Találkozunk a következő videóban, lehetek jók, iratkozzatok fel, hogyha még nem lennétek. Sziasztok!